üdvözlök, és értem mindenkit, de alatú vagyok, és nem voltak ilyen technológiai témák egy időben. Nem, egyszerűen valahogyan nem volt sincs. Valahogyan ilyen sok mobilszolgáltatók is, a kávészolgáltatók is, mások vannak. Vannak ilyen internetes szolgáltatásokat. Voltak! És lesz. Rengeteg volt, volt ez a telefonszámok. Időben vettem eléggé sok darabot, illetve próbálgatva, milyen jók is, mennyire, hát, mire szánya, a véleménye. Én véleményem az, hogy attól függ, milyen a felhasználónak az igényei. Ott van itt Szerbiában 4 darab. Virtuális ez a globáltel. Az a jó, hogyha csak telefonálni akarsz, mert másodában internetezni, nem ilyen Facebook-ozásra. Facebook más kontakra, az megéri havi 1000 dináré, szerződés kötés nélkül. Ilyen digitális szervizből még hiányos. Ráadásul van ingyen fizetsz. De hónapban 200 vagy 300 nál rátér lesz a telefonodra. Több is van. Többnek van ilyen digitális szervize. El vannak szociálozódva. Szociális oldalakra kapni 10 gigabyte, ilyen három. Kazáson át, hozzogassák, hogy mostan, de annak tudnak örülni, hogy ingyen kapnak szociális oldalakon való internetet. Másikra nem lehet. Más nézi rajta fórumokat, weboldalakat, nem muszáj a Facebook, a Twitter, WhatsApp, nem is tudom, mit vannak még. Nem érdekelnek annyira másiknak. Áronnál szokra kapsz. Jogoskán ingyen. És itt vannak, hogy bizonyos réteget akarsz csak hívni föl. Akkor untig elég az is. Kisebb csomagjaik vannak. Felállóba kerülnek, mint a Robáttel. Nem is hívni. Látom mindenkit. Azt, hogy is jelkedte Facebookra, hogy kevéskét a másik oldalakra. Még vannak mindegyik. Azért, ki mit gondol, ki mit, ki nem. Azzal tudják eladni, nagyon sok szolgáltató, inkább mind a 4, hogy a szociális médiákkal, hogy mondta ezt az új virtuálisat, másokat nem egy ilyen szociális oldalak vannak. Ha is tudod nézni a másikat, mint obszik, miret vele. Ez a virtuális hazugságot. Nélik asszat. Ez ennyi nagyon sokat hazudik. Virtuálisan jóval többet, a valóságban.
szokott? Lenni. Nincs olyasmi, mint a... Nagyon sokan hiszik asztalt? Vagy. Igen. Úgy van, mint amit látunk. Vak ilyen. Példáim. És van kimennek ilyen robot. Munkásnak nem kell gondolkodniuk, egy helyben állnak. Bírnak, nem úgy, mint egyesek. Levegőt se szedni. És azok vesznek. Vérben. Új autókat 2-3 évén át fizetik rá a szerződést. Aztán adják. Annyira ki lehet szedni, hogy kinek van vérben az autója? Nincsen. Ha te vérben veszed meg szerződése, akkor azon az autón nem szabad semmilyen karcnak lennie, semmilyen módosításnak. Nem visz elragasztani semmit. Se nem rad a gépházát. Ez ilyen teszt jelleggel van. Az autógyárból kiveszik, aztán meg átnézik a szállítógépet, hogy milyen hibáik vannak nekik. Hogy nagyon sokan a gyenge elme képes abba belemenni, vesz egy fucsit bérben, nyilvánvalóan tudja azt, hogy a fedélzeti számítógépe úgy van beállítva, hogy jegyzi. Megjegyzi azt is, hogy merre mész, milyen hibák voltak, melyik kanyarodtál, melyik sérültek le a... melyik kaptak le a motorban lévő elemek. Minél olcsóban bírják legyártani, minden évben nem érik, méréseket végeznek. Minél olcsóbb legyen, szerintem az ár megmarad a főfelé. Ha minőség nem megy lefelé. Ezt úgy tudják megoldani. Vannak ezek a kis betanított külföldi munkások, akik ilyen szerződésbe belemennek, hogy fizetnek is közben, közben meg információkat adnak ki a cégeknek. De így írják azt az, hogy más cégek nincsenek, vannak ilyenek. Itt is személy felelik ilyenre. Jaj, nem fel ilyen kis munkásoknak, betanítottoknak ilyen autóik. Hogy az már szégyen ott. Az ott élőknek az szégyen, gyalázat, hogy egy autóval jársz, amit nem mersz módosítani. Se a számítógépén nem mersz állítani semmi se. Tudod azt, ha módosítasz, akkor nem veszik át meg, mert már is többet kell ráfizetned. Ez is ilyen technológiához tartozik. Igen, ez van itten a mobiltelefonoknál is. Hogy még kapsz vissza a pénzt. Most talán nem annyira, mint régenben nyomták, hogy ilyen saját szolgáltatóknak, mindegyiknek saját operációs rendszer volt. Módosított Android volt rajta. És ha sikerült azt a ilyen nagyobb cégeknek lemérniük, hogy 3 év alatt tönkre tudjon menni a telefonok. Erre a gyenge elme, a gyengére tud fölnézni. Gyengén tud csodálkozni. Milyen van neki, jó, de jó. Van egy új autója, közben meg egy olyan autó, vagy olyan telefon, ami nem bír rutolni, hogy le van lokoltatva. Le tudják lopni mindent róla.
ilyen 2-3 példa volt. Van más se valósában, hát ilyen ruhacik is, és vackok vannak, szoktak lenni, maradnak is, hogy fel tud nézni. A gyenge elme a gyengét vonza. És de nagyobbak az elvárások, ingyen, így igaz, ha nem kell adniuk pénzt nekük, ingyen a gyenge elme a gyengét szereti, vagy a gyengébet. Tehát ha pénzt kell adni, valami szolgáltatásé, akkor várj kicsike extrákat. Az extrákat szeretem megfizetni. Megfizettetni. Itt jó sok, de nem lehet gondolkodni. De tudom én azt, hogy a nagy valószínűséggel, akik nézik a videót, nem tudják ebben a pillanatban elsorolni azt, hogy ebben a videóban hány darab téma volt, miről is volt. Szóval, annak azt ajánlom, hogy hallgassa, vagy nézze meg, és értelent, hogy miről is volt szó. A végén még egyszer elmondom, arról volt szó, milyen egyszerűen lehet a gyenge elmét, a gyenge elme gyengét vonzva át. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!